Szél, íjúj felé. Magyar Van egy élő háború az ember körül, akkor nem nagyon jut eszébe a, a, a múltbéli háborúkkal foglalkozni. Anyai nagymamám, ő viszont egy ilyen izgalmasabb vonal a családunknak, mivel hogy az ő édesapja azt hiszem egy állomás főnök volt, tehát ő vasútas volt. Emiatt ők folyamatosan mozgásban voltak még a régi monarchia területén, és akkor ők vagonban laktak. És hogyha valahova áthelyezték a dédapámat, akkor ezt a vagont hozzácsapták valamelyik egyszerű vonatnak a hátuljához, és akkor elhúzták őket az új munkahelyre, ahol tovább éldegéltek. Emiatt a dédnagyapám és dédnagyanyám gyerekei, azok szanaszét születtek a, a régi monarchia területén. Volt, aki Budapesten, volt, aki Dél-Szerbiában. Nagyanyám az éppenséggel Vajdaságban született, 1920-ban. Igazából az ő családjuk története, vagyis ugye a családnak ez a, az ágának volt így olyan története a trianóról, amit át is hagyományoztak ránk, vagy amiről egyáltalán szó volt, nagyanyám az rengeteget mesélt így a saját életéről, az ősei életéről, és ő mesélte el azt, hogy ugye ők öten voltak testvérek, ebből az öt gyerekből egyik Budapesten született. És nem is 20-ban húsz, történt ez, hanem valamivel később azt hiszem, erre már nem nagyon emlékszem, hogy hogy mesélte, de hogy az ő nővérét Margitkát, őt vissza akarták vinni Magyarországra. Tehát, hogy akkor ugye lezárták a határt, ők akkor már az akkori Jugoszlávia területén rekedtek, vagy hát ott, ott maradtak a, a határmeghúzás határ után, és akkor volt egy ilyen ö, rendezésnek induló dolog, hogy akkor rendet tegyenek ebben az egész helyzetben, kitalálták, hogy elkezdik visszaszármaztatni, vagy visszaszármaztatni, visszavinni az embereket oda, ahol születtek. Tehát, hogy annak alapján fognak rendet tenni, hogy ki milyen állampolgár, hogy hol született helyileg és akkor a Margitka a nagyanyámnak a nővére, ez valami négy éves lehetett, tehát, hogy nagyon-nagyon picike volt még, és minden vissza akarták vinni Budapestre. És akkor mesélte a nagyanyám, hogy ő erre persze nem emlékszik, mert még nagyon-nagyon pici volt, hanem az ő szülei mesélték azt, hogy tömve volt a szabadkai vasútállomás, és óriási volt a káosz, hogy így próbálták szétszakítani a különböző családokat, az, alapján, hogy kiszületett Magyarországon, kiszületett az új, újonnan elcsatolt területen. És hogy ilyen őrült káosz volt, és nem igazán mesélte el soha, hogy végül hogy tudták ezt megoldani, hogy ő, ő ne kerüljön át. És akkor így a család együtt maradt. Viszont ők tovább vonatoztak, tehát hogy a nagyapám, dédnagyapámat így át is vette a jugoszláv vasút, és akkor különböző helyekre küldte el őket is. Tehát, hogy Montenegróba éltek egy csomó ideig, Dél-Szerbiában, ami azért volt vicces, mert szegény dédnagyapám, ő hiába volt elég intelligens, meg okos ember, soha nem tudott meg rendesen szerbül. Nem igazán tudott ő adaptálódni később se, se a dédnagyanyám. Ők később aztán vissza is kerültek Budapestre, mert hogy a két gyerekük is itt lakott, két, a két fiú az öt gyermekből, és akkor ők valahogy itt Budapesten telepedtek le. Hát számomra egyáltalán az, hogy Trianonról tudjak, ennyi volt nagyon sokáig, hogy amit a nagymamám mesélt. Amikor mi ezt tanultuk volna az iskolában, általános iskolában, az ugye akkor lettem volna nyolcadikosnak, akkor nálunk bombázás volt, tehát hogy megszűnt a tanítás. Emiatt nekem az első világháború végé, és a teljes második világháború kimaradt. Úgyhogy gimnázium végéig én nem is nagyon tanultam ezekről a dolgokról, valahogy nem is igazán foglalkoztatott. Igazság szerint, amikor így ö, van egy élő háború az ember körül, akkor nem nagyon jut eszébe a, a, a múltbéli háborúkkal foglalkozni. Lényegében én nagyon sokáig nem is voltam annak tudatában úgy, hogy kisebbségi vagyok, hogy ez nekem bármit adott volna, vagy elvet volna tőlem, annyit tudtam, hogy mások vagyunk a szerb gyerekekkel. Nem igazán volt a, abban a városban, ahol én felnőttem, nagy átjárás a két nemzet között. Én valahol egy ilyen saját burokban éltem, tehát ott tudtam én, hogy magyar vagyok, nem volt ez titok, vagy hogy itt nem kellett szégyelni. Magyar általános iskolába jártam, meg lehetett ülni minden magyar ünnepet. De valószínűleg, hogy akkora volt ott a szorongás akkoriban, akkora volt a nyomás az embereken, hogy nem, nem, nem igazán került az előtérbe, hogy... A, a különbségeket valahogy közelítsék egymáshoz. A bombázás előtt volt egy ilyen jó kezdeményezése az egyik szerb osztályfőnöknek, ki kitalálta, hogy bennünket magyarokat hívja meg az a szerb osztály szlavára, tehát hogy az mindig van egy ilyen védőszent ünnep a szerbeknél, minden egyes családnak megvan a maga védőszentje, és akkor ilyen nagy ünnepséget ülnek. És akkor választottak egy szent szerb szentet, és akkor annak az ünnepét megölték, illetve áthívtak ugye bennünket is, és akkor hogy bemutatták, milyen kajákat szoktak készíteni, mik a szokások, és mi pont terveztük, hogy húsvétre visszahívjuk őket, hogy akkor mi is hozunk sonkát, tojást, megmutatjuk, hogy nálunk mik a, a szokások ilyenkor, hogy szoktunk mi ünnepelni, de hát közben jött a bombázás. Emberfüggő az, hogy kit mennyire viselt meg, hogy már nem tartozik egy adott országhoz. Engem sokkal jobban megviselt az, hogy a Jugoszlávia széthullott, mert hogy ugye azt ismertem. Így, hogy a nagyanyám sem emlékezett arra, hogy milyen volt a Nagy Magyarországban, vagy a monarchiában élni, valahogy ilyen információk nem igazán jutottak el hozzám, hogy ez, ez bármilyen fájdalma lett volna a családunknak. Úgyhogy szerintem ez nagyon személyfüggő, családfüggő. Nem igazán éreztem azt, hogy én valaminek ne lennék a része. Sokkal inkább éreztem azt, hogy nem akarnak befogadni, amikor később átkerültem Magyarországra nekem akkor, akkor, indult el ez az egész identitás krízisem, hogy akkor én most ki vagyok, mi vagyok, mindenütt más mondtak rám, akkor eltelt pár év, de nagyon furcsák is voltak azok az évek, tehát hogy szerintem nagyon másképp működött Magyarország, másképp működtünk mi határon túliak is 10-15 évvel ezelőtt. De a határátlépés problémája az jóval előbb kezdődött, mint hogy én egyáltalán egyetemre jöttem volna. Ugye mielőtt indult volna a háború, boldog Jugoszláviából ki lehetett utazni, tehát hogy mi is mentünk telelni. Nem Jugoszláviába, tehát utazgattunk, nekem volt is egy ilyen jó érzésem ezzel, hogy ez olyan normális dolog elutazni, és amikor elkezdődött a háború, ugye elindult az embargó, később így, hát nem, hogy lezárták a határokat, de lévén nem lehetett nagyon vízumhoz jutni, kényszeres állampolgárok lettünk, így nem igazán tudtunk volna kiutazni, másrészt az embernek pénze sem volt arra, hogy elutazzon. Aztán hoztak egy ilyen rendeletet, hogy amikor átlépje az ember a határt, azért kell, hogy fizessen tíz márkát, ez a taxa néven híresült el szerb nyelván, tehát hogy kellett fizetni egy adott összeget, amiatt fejenként átlépje az ember a határt. És akkor jöttünk át rokonokhoz Magyarországra, akkor ezt ugye szintén be kellett fizetni, vitte az ember a cirilbetűs kis papírját, és akkor ezt bemutatta a határon, a határőr elvette, akkor tudta átlépni az ember. Tehát nekem nagyon sokáig az volt az érzésem, hogy ki se lehet lépni az országból. Később, amikor már vízonkényszer sem volt, vagy nekem volt éppen tartózkodási engedélyem, vagy D-típusú tanulmányi vízumom, és még ha lett is volna rá pénzem, egyszerűen nem, nem, mertem volna elutazni. Tehát nekem ez a, az, hogy kiutazni egy országból, az valami felfoghatatlan dolog volt. Annyira beleszoktam, abban nőttem fel, hogy nem lehet utazni sehová, maximum Magyarországra. Úgyhogy nekem nagyon sokáig egy ilyen zárt, zárt lét volt ez, hogy vagy Magyarországon lenni, vagy Vajdaságban, Szerbiában lenni, mert olyan, olyan elképzelhetetlennek tűnt, hogy az ember fogja az útlevelét, felmutatja, és azt mondják, hogy nyugodtan menjen. Én akkor nyugodtam meg nagyon, amikor ugye megkaptam a magyar állampolgárságot, és ugye kezemben volt egy olyan papír, amivel át lehet lépni az ország a határokat. És én nem tudom elmondani, az, az nekem egy nagyon furcsa érzés volt, hogy ha kell menekülni, most tudni fogok menekülni. Elég pervers gondolat. Nekem inkább ez a feszültség abból ered, hogy nagyon szerettem volna, hogyha gyorsan megértenek, hogyha gyorsan befogadnak. Valahogy mindannyiunknak volt otthon egy ilyen elképzelés arra, hogy átmegyünk Magyarországra, akkor azok majd itt tártkarokkal várnak, és hogy jaj, végre hazaértél. Tehát, hogy volt egy ilyen tévképzetünk, hogy ha a kisebbség átmegy a többséghez, az úgynevezett saját országába, akkor ott majd ilyen óriási elfogadás lesz, hát persze, hogy nem. Őszintén be kell, hogy vajon én 2003-ig nem nagyon beszéltem szerbül. Akkor kerültem föl Pestre, és én itt Budapesten tanultam meg először horvátul, horvátoktól. Addig így nagyon minimálisat tudtam, tehát, hogy itt tényleg ne adjanak el, meg hogy a boltban el tudjam mondani, hogy mit szeretnék az akkor, akkor, amikor gimnazisták voltunk, a legjobb barátomnak éppen egy belgrádi barátnője volt, akivel muszáj volt szerből beszélni, és a Lidia nagyon sokat segített, hogy ilyen kedvesen, türelmesen, nagyon szép kiejtéssel, nagyon egyszerűen beszélt velem. Úgyhogy vele már volt némi gyakorlatom, de hogy nagyon nem mertem megszólalni. És akkor eljöttem erre a nulladik évre, milyen határon túliaknak, meg elszármazott szórvány magyaroknak volt kitalálva, illetve voltak ilyen horvát cserediákok is, akik ösztöndiál érkeztek meg, és akkor így érkezett meg két horvát, akivel így véletlenül hallottam, hogy ott úgy kínlódnak, és nem tudnak beiratkozni, mert a, az ügyintézők nem tudtak angolul, ők nem tudtak magyarul. Hát mondom, akkor segítek nektek, és így rögtön meg, meg is szerettek, hogy hú, de jó, hát lehet veled beszélni. Annyit barátkoztunk, hogy egy idő után megtanultam tőlük horvától. Na most a háború óta ugye a két nyelv elkezdett minél jobban szétválni mint egy deformálódni, tehát hogy új, új szavakat hoztak létre a horvátok, vagy hát kerestek elő az úszlávból. Kicsit a nyelvtan is próbál különbözni, de lényegében ez egy is ugyanaz a nyelv. Viszont megtanultam egy csomó horvát szót, amit aztán szabadkán próbáltam mondani, és csak így néztek rám, hogy ki ez a bugyant lány, aki egyrészt magyar akcentussal horvát nyelvet erőltet itt szabadkán, ahol szerbül lehetne inkább beszélni. Mert hát, ugye ez ilyen vicces volt. Tehát, hogy én igazából bármennyire is tanultuk az iskolában, nem volt egy aktív nyelv az én fejemben. Nem, nem, igazán használtam, nem, nem igazán tudtam annyira a magaménak érezni a nyelvet. Szóval számomra nagyon magától értetődő volt, hogy az anyanyelvemen kezdek el írni. A mai napig nem szoktam szerbül vagy horvátul írni. Néha úgy érzem, hogy annyit leveleztem már, barátokkal, hogy összetudnék dobni egy kis eszét, de szerintem én mindig rengeteg hibát ejtek. Tehát én nagyon bizonytalannak érzem magam abban a nyelvben. Fordítani szoktam ugye szerbről és horvátról, mert az, abban, abban, azért magabiztos vagyok most már.